Minden idők legjobb szereplését produkálta a Helsinkiben megrendezett junior Európa-bajnokságon a magyar úszó válogatott. A 12 arany, 2 ezüst és 5 bronzéremmel Oroszország mögött az éremtáblázat második helyén végeztek a magyarok. Az egyik bronzéremet a nyíregyházi Hadházi Dóra szerezte 200 méter pillangón. Gyula Sándor tanítványa 200-on és 100-on már tavaly teljesítette a kiutazáshoz szükséges A-szintet, így nyugodtan készülhetett a kontinens viadalra. Tavasszal egy 3 hetes madeirai edzőtáborban igyekezett a legjobb formába kerülni a 15. születésnapját decemberben ünneplő úszó, akivel szemben nem volt nagy elvárás a 18-19 éves riválisokat felvonultató mezőnyben. A cél leginkább az volt, hogy döntőbe kerüljek, mivel 2 évvel fiatalabb vagyok, mint a többiek. A döntőben második idővel sikerült bejutnom. Ennek is már nagyon örültem, és a döntőben pedig már mindegy volt, hogy hanyadik leszek, már az is nagy dolog volt, hogy ott vagyok. Az 50 és a 100 pillangó sikerülhetett volna jobban is, ugye ez nem az én számom, mert kisebb vagyok, mint a többiek, és hát lerajtolnak, de próbáltam ezekben a számokban is a legtöbbet kihozni magamból, és hát most ennyi sikerült. Gyula Sándor edző szerint Dórának egyelőre a leghosszabb távon van esélye jó szereplésre az idősebb és fizikálisan erősebb riválisok között. A 200 pillangóhoz főleg a állóképesség szükséges, és Lóri egy alacsony, vékony kislány, ami azt jelenti, hogy a 100 méteren a nagyobb versenyek lerajtolják, lefordulják, és erre kell koncentrálnunk, amíg esetleg ezek a nagyobb versenyzők nem tudnak olyan állóképesek lenni 200 pillangón, mint Dóri. Tehát annak köszönhető az eredménye, hogy a 200 pillangón főleg jó állóképessége rendelkezett. Nyíregyházi úszó legutóbb 21 évvel ezelőtt szerzett érmet korosztályos Európa-bajnokságon. 1997-ben Pécsen lett 100 mellen a második, 200 mellen pedig a harmadik helyen végzett Glasgow-ban. Mivel hamarosan elkezdődik a versenyúszoda építése a megyeszékhelyen, a sportcentrum ügyvezetője bízik abban, hogy nem kell újabb 2 évtizedet várni a következő éremre. Roppantul örültünk a Dóri sikerének, és hát természetesen azért vannak még olyan lehetőségek a tarsolyunkban, a fiú vonalon is, akik a jövőben ilyen hasonló és ilyen szép sikereket elérhetnek. Pénzparipa fegyver adott az úszoda beruházáshoz, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Nyíregyháza megyőjogúváros lakossága hamarosan láthatja az első kapavágásokat, és itt a Continental Arena tövében hamarosan elkezdődik az építkezés. Hadházi Dóra legközelebb július utolsó hétvégéjén Győrben az országos serdülő bajnokságon áll rajtkőre. Az EB bronzérmes célja, hogy 50, 100 és 200 pillangón is az első helyen végezzen.